Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Ma ugye szerda van, és Network heti hetes, és ezt a műsort szerdánként, tehát minden héten egyszer egy olyan kezdeményezés, ahogy népszerűsítsük ezt az életformát. És ugye én hiába mondom, hogy a Miklós barátom, vagy Villa, hiába mondjuk így egyedül, lehet, hogy nem is hiszitek el, vagy ki kedves nézők, viszont hogyha többen beszélgetünk arról, ami igazán szól a network iparág, akkor egy kicsit lehet, hogy megváltozik a véleményetek. És arra kérem benneteket, hogy így a hangot, ha lehet, akkor majd így neki vegye már le. És rögtön egy kérdés, hogy ugye nemrég mutattam nektek egy olyan hihetetlen történetet, ami általában a network iparágban előfordul, ha valaki olyan programban van, mint mi, és hogy mi a véleményetek arról a hanganyagról, amit átküldtem nektek, akkor Lilla, nem tudom, elkezded a referálást parancsolni. Sziasztok! Hát amikor én meghallgattam ezt a továbbított hangüzenetet, így komolyan mondom, így kirázott a hideg, tehát szó szerint borsózott a hátam, és az jött föl bennem rögtön, hogy Úristen, mi az, ami lehetőségehez rajtunk keresztül eljuthatnak az emberek. És rögtön ez a szó jelent meg mellette, hogy remény minden esetben, a leglehetetlenebb helyzetekben is a remény arra, hogy meg tudjanak változni ezek a dolgok. És hogy most különösen ez egy olyan esetben történt, ahol egy pici babáról van szó, és az anyuka, aki azt hitte, hogy igazából nincs megoldás az adott dologra, és most úgy néz ki, hogy mégis van, és elkezdtek változni a dolgok. Szóval a hálám az tényleg mérhetetlen, hogy részese tudok lenni ennek. Köszönöm szépen, hogy te is így gondolod. Miklós? Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek. Én Forgás Miklós vagyok, és képzeljétek el, 40 pár évesen, amikor 5 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a csodálatos programmal, szívritmus zavarom volt, majd egyszer azt tapasztaltam, elkezdtem a programot csinálni, hogy 2 hónap távlatában már egyszerűen csak arra ocsultam fel, hogy nincs. Tehát ami volt egyszer egy probléma, ugye mindenki általában úgy van, hogy ameddig van valami baja, addig az úgy akut napi szinten úgy van probléma. De amikor megszűnik, akkor csak egyszerűen az ember, hoppá, ez nincs is. Szóval én nagyon hálás vagyok a programunknak, és kapcsolódva ehhez a tapasztalathoz most, amit így a Lilla is elmondott, illetve Vili, te tolmácsoltad nekünk, hát nehéz az embernek ilyenkor szavakat találni, mert amikor az emberek egy olyan dologra találnak megoldást, amit addig úgy gondoltak, hogy nincs megoldás, jelenleg a tudomány alapján nincs megoldás. És tudjátok, amikor hónapok, évek alatt hány ilyen dologgal találkoztunk már, akkor így tényleg össze tudom tenni a kezemet, hogy ez a program, amit mi csinálunk, amivel mi találkoztunk, amiben részesei lehetünk, aminek részesei lehetünk, ez egy olyan reményt adhat embereknek, hogyha hajlandók változtatni az életmódjukon, a hozzáállásukon, mert valószínűsíti mindenki, hogy nem egy ilyen csattintásra történnek a változások, akkor hogy elindul az élete egy olyan úton, hogy ő se akarja elhinni. És miután ez így megtörténik, akkor minél több embernek szeretné átadni diszkréten és kultúráltan, hogy vannak olyan lehetőségek a világon, amikről sokan nem beszélnek, és mégis vannak. Szóval nagyon hálás vagyok ennek a kis gyerkősznek, aki még csecsemő, a pozitív történését. Ugye amikor azt mondják, hogy nincs hallása, majd az édesanyjának az énekére fölfigyel, és ezt elkezdik vizsgálni, ez egy csoda. Úgyhogy legyen ebben ilyen és hasonló sok-sok csodában részünk. Köszönöm szépen, visszaadnám a szót. Köszönöm szépen, Miklós. Ugye sokan azt hiszik, hogy az ilyen típusú, nem mondom, hogy üzlet, hanem életforma, ez jó, nem? Életforma. Ilyen típusú életformában így embereket kell zaklatni. És én mindig
olyan szomorú vagyok, amikor látom, hogy valaki egy jó üzletben van, és elkezd az interneten így nyomulni. Így találkoztatok már ilyennel, nem? És ráadásul, hogyha egy óvatosan szólunk, hogy figyelj, biztos jó, amit te csinálsz, csak arra kérlek, melyik csináld, mert nem csak magaddal cseszel ki, hanem velünk is networkerek, akik próbálunk valahogy visszaszerezni ennek az iparágnak a jó hírét, vagy nem is tudom másképp fogalmazni. Zoli, azt hiszem neked is, Zoli, átküldtem ezt a dolgot, hogy úgy, mi volt az első reakciód, így emlékszel én még rá? Hú, igen. Hát nagyon megható volt, mert átjött a hölgy hangján, hogy ő neki mekkora örömet okozott ez, és olyan energia jött át ebből a hanganyagból is, hogy szerintem ezt bárki meghallja, az meg akarja tudni, hogy ez miből fakad, és ez honnan elérhető, vagy hol elérhető, tehát ez szenzációs. Tehát egy rövid részlet volt, de ha ez erről így az ember beszél, aki megkapta, az ehhez nem kell mást hozzátenni, itt nem kell nyomulni, egyszerűen meg fogják kérdezni, hogy mi ez. Igen. Lilla? Igen, az jutott eszembe most, hogy Zoli beszélt, hogy amikor ilyen üzeneteket kapunk, mert azért ugye kapunk mindannyian jó párat, akár hangüzenetben, akár írásban, és azt érezzük, hogy a hála energia áramlik felénk. Ez brutális. Tehát ez olyan elképesztő további lendületet ad, és motivációt ad, és igazából energiát. Tehát, hogy ezért nem lehet belefáradni sem az erről a való kommunikációba, és egyáltalán a munkába és az életbe, mert hogy ez annyira, annyira sok energiát ad, és úgy föltölt, hogy elképesztő. És hogy úgy tudjuk tulajdonképpen magunknak ezt a szabad életstílust biztosítani, hogy közben nem átvernünk el másokat, meg megvezetni, meg rátolni, meg eladni, meg hanem még ilyen hálát kapunk viszonzásul. Én azt gondolom, hogy ez egészen elképesztő és egyedülálló, és én ezért szeretem nagyon ezt az egészet. Most biztos látjátok, hogy így labdázunk, hogy hol egy beszél, hol én, hol a Miklós, hol a... Próbáltok rákapcsolódni erre az energiára, mert elmondom, mi az értelme ennek. Hogy is értesse meg veletek, biztos látjátok a világban, most például Törökországban ezek a földrengések. És már ez most a harmadik ilyen nagyon durva földrengés, és sokan nem is tudják, hogy például mindenfelé a Földön több száz földrengés volt az elmúlt pár napban, de ugye a törököt vonják ki leghamarabb, vagy azt mondja a média. És kim voltam a Balcsik Edit egyik, őről csak annyit, hogy benne van a rendszerünkben, ő egy igazi sámán, magyar sámán asszony, egy tündéri hölgy egyébként, kicsit hasonló korosztály, mint a Lilla, és tehát nagyon otthon van az ilyen spiri dolgokban, inkább az ősi magyar dolgokban. És vele beszélgetünk erről, hogy mi megy a török országban most, és hogy ha állandóan azt figyeli az ember, akkor szinte be lehetne vonzani a földrengést így Magyarországra is. És ugyanez van, hogyha beszélgetünk ilyen csodatörténetekről, akkor valahogy figyeljetek meg az energiaszinteket, így fölfele megy. De ha földrengéses, meg háborús dolgokról beszélgetünk, akkor meg lefele megy. Most az elébe átmentem, begyújtottam a kandallóba, és valahogy itt Edo úgy hagyta a tévét, és mentek ezek az, hogy most Putyin mit csinálnak, és szó szerint hány ingerem lett. Most nem tudtam, mi a bajom van, mit tettem én közben. Értitek, tehát az az energia, ami jön onnan, az így boom le. És mi a networkerek általában, ha összejövünk, és ez lehet mindenféle más hálózatban. Tehát, hogyha én láttatok, hogy hogy beszélgetek a Forlever-ösökkel, vagy a Herbalife-os barátaimmal, hát hogy ott olyan parázs, jó beszélgetés megy, és egymást tüzeljük föl, vagy az Ágzaliban szoktam sokszor beszélni, vagy... Tehát jó barátaim vannak a networkerek között, és mindannyian azt mondjuk, hogy nekünk
ez a megmozdulásunk, ami most is megy, többet kell csinálni, hogy az emberek az igazi oldalát lássák az érvénynek, hogy mi ez az egész, amit mi csinálunk, mert mi napi szinten éljük át a csodákat. És akkor most így teszteljünk már, ki az, aki hetente minimum egy csodát, vagy többet átéli esetleg. Hogy jönnek visszajelzések, hogy oppá, én is. Tudjátok, mind anyagilag, mind egészségileg, mind tiszteletügyileg. Ugye, nagyon szeretem a Kolozsvári Gábornak azt a mondását, hogy a gyerekek, én nem voltam beteg, anyagilag sem voltam úgy, mit tudom én, nagy problémában, de akkor megláttalak benneteket, akkor azt mondja, ez annyira magával ragadott, hogy azt bármit csinálhattok, az biztos, hogy jó. Emlékszel, Gábor, hogy így beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy Vivi, azt én mit mondjak így? Hát nekem nincs egészségügyi macerám. Hát mondom, hát azt mondom, hogy a szívedből jött, és soha nem felejtem, a Gábor kiállt a színpadra, hogy most így vúdbörödzik a kezem, és azt mondta, hogy gyerekek, én miattatok vagyok itt. Hát mi ez, hogyha egy nem csoda? Tehát nem mindig az a csoda, hogy jó napot kívánok, Svárc Ildikó vagyok, és elmúlt a leukémiám. Persze, ez is egy hatalmas csoda, mert imádjuk az Ildit. Én mindjárt meg is kérem, még egyszer mondja el ezt a történetet így röviden. De igazán nekem az is csoda, amikor a Gábor azt mondta, hogy ha van egy új terméketek, ti magatok, igaz? Akkor Gábor, egy picit megszólítalak téged, ha nem haragszol, mert én azóta egy kicsit másképp nézem magát, a társaságunkat, hogy tényleg van egy új termékünk. Igaz ez? Hello, sziasztok! Szeretettel köszöntöm benneteket, hallható vagyok? Tökéletes. Oké? Okay? Szuper. Hát való igaz egyébként, mert én azt gondolom, hogy a közösségnek az ereje az mindent felülír. Mindig, minden, ha megnézzük az embernek a fejlődés történetét, akkor mindig az győzött, aki csapatban volt. Tehát egyénileg nem lehet alkotni, mert egyénileg ugye az energiák azok úgy abban a pillanatban, hiába tudsz fókuszálni egymagad valamire első körben, ahhoz kell mindig egy társ, amilyen szintű kapcsolódási pont, amilyen más kapcsolódási energia, és ez egy csapat, ez a rendezvényeken, vagy bármilyen találkozón, ahol többen összejönnek, és azonos gondolkodás, azonos elképzelésű célok érdekében együtt dolgozó emberek tevékenykednek, anélkül, hogy mondjuk bármilyen más meggondolás lenne a fejükben, hogy most itt bárkinek bármilyen problémát okozunk, és ez mindig előre visz az embert. Én világéletemben szerettem a csapatba tartozni, tehát korábbi cégnél is, ahol dolgoztam, tevékenykedtem, ott is nem volt olyan rendezvény, vagy felsővonalbeli találkozó, ahol ne vettem volna részt, mert szükséges. Tehát azok az energiák, nem véletlenül mondják azt, hogy az üzlet, hogyha üzletileg nézzük most szigorúan az egészet, az mindig rendezvénytől rendezvényig épül. Tehát miért? Mert azok az energiák, amik ott képződnek, az egy bizonyos ideig eljutatják az embereket. De hogyha egyszerűen kiveszi magát mondjuk ebből a körforgásból, akkor abban a pillanatban elkapja a külvilágnak a zaja, energetikája, és úgy, ahogy te is mondtad a tévé, ugye valahol egyszer azt mondta Vágyjánő James, hogy ez a jövedelemcsökkentő készülék, hogy fogjál meg, ezt hajtsák ki az ablakon, úgyhogy ne nézz tévét, ha nézd, akkor inkább olyant, ami épít, ami belülről valamilyen szinten fejlődéshoz. Végül is egyértelmű, hát nincs más megoldás, közösségben tevékenykedni, közös célok elérése érdekében, együttes energiával azt gondolom, hogy minden helyzetet meg lehet oldani. Én csak egy pillanatra tudtam meghallgatni ezt a átküldött üzenetet, amit tettél a hölgyel kapcsolatosan. Első körben úgy elgondolkodtam rajta, hogy mégis milyen, az jutott eszembe, hogy egy intelligens angol azt mondaná erre, hogy no comment. Tehát nincs itt ezt kommentelni, mert ez önmagában egy olyan értékes információ, hogyha ez bárkinek bármilyen szinten
átadjuk, akkor biztos, hogy benne, hogy nem fog tovább nagyon kérdezősködni. Tehát hatalmas elő van a csapatban, és nekünk az a nagyon-nagyon nagy erőnk még, hogy olyan rendszerszerűen van felépítve a képzés, illetve a heti elfoglaltság, energia, be vagyunk dugva a konnektorba, ahogy te mondod, hogy ez tudja tartani azt a szintet, vagy még emelni ilyenkor, amikor itt vagyunk, de amikor nem vagyunk itt, és a munkaterületén vagyunk, akkor sincs olyan nagy amplitudói kiesés. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát nincs vissza, hanem valamilyen szintű kis hullámzás van, de itt még többet kapunk, úgyhogy ez zseniális, úgyhogy köszönöm. Köszi szépen, Gábor, itt vagy velünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok velem, cáfoljatok meg, vagy erősítsétek meg, hogy valahogy, amikor valaki bekerül egy ilyen közösségbe, itt találja magát egy kicsit, vagy nagyon otthon. Ugye nagyon sokan mondjátok, hogy valahogy nem értenek meg benneteket az emberek. Mert élik a saját világokat, elmennek dolgozni, ami tök jó lenne, ha jó lenne. Csak az a baj, hogy hazaérnek, és olyan fáradtak, hogy leülnek a tévé elé, fölvonják a sörüket, vagy az asszonyok, ugye ők sokkal többet dolgoznak, mi fiúk. Ők még ellátják a gyerekeket, megfőznek minden, hullafáradtan leülnek, ha lebírnak, de akkor mindenki szanaszét van, és el lehet gondolkozni, most ez az élet. De nem. Gunagria mestert ismeritek biztos. Ő neki van egy új videója most, néztem valamelyik nap, ahol ez is a címe neki, hogy ennyi lenne az élet. Nézzük meg ezt a videót. Pontosan elmondja a kis öreg, hogy most ezért nem érdemes fölkelni. És akkor mi jövünk, és különböző olyan élethelyzeteket mutatunk, ami kiveri az embereknél a biztit, és szó szerint elkezdenek az emberek irigykedni ránk. Nem tudom, ezt tapasztaltátok-e. Hogy megmagyarázhatna okok miatt elkezdenek irigykedni ránk. Mondta máma nekem az Edit, a Barcsik Edit, hogy mindjárt adom a szót, Lina, hogy csináljam azt, hogy a Vili egy olyan videót, ami nem a követő táborodnak szól, hanem azoknak az embereknek, akik néznek irigykedve. És mondd már el, hogy honnan jöttél te, és utána majd még irigykednek-e. És nagyon ide passzol Lillának az a workshopbeli megmozdulása, ami teljesen, úgymond, kicsalt az emberek szeméből a könnyet. Hát átadom a szót neked, Lilla. Amikor feltettem a kezemet, még nem jutott eszembe, hogy ezt itt elmondjam, de akkor rögtön, akkor azért röviden visszautalnék rá. Elmondhatod. Elmondja egy eszembe. Persze. Mert hát igen, végül is ugye arról beszélünk, hogy most irigykednek ránk, és hogy arra nem gondolnak, hogy honnan jöttünk. És hát honnan jöttünk? Körülbelül 5 éve, most már lehet, hogy 7 éve volt az, hogy miután ugye elvesztettük az teljes családi vagyont, én Ausztriába újságot hordtam hajnalonként. És abban az időben, és egész sokáig ez, hónapokon, talán még fél éven keresztül is volt, hogy volt olyan, hogy egy nap 5-szer vagy 7-szer, de lehet, hogy még többször is mentem boltba, mert hogy mindig csak annyi pénzt tudtam előteremteni, ami a következő pár órára, egyik ebédtől a vacsoráig, vacsorától a tankolásig, a következő napig elég volt. És ugye elmeséltem ott a workshopon, hogy bizony volt egyszer olyan, hogy este annyi pénzem volt csak, hogy annyit tankoljak az autóba, hogy ki tudjak menni reggel hajnalba Ausztriába dolgozni. És amikor fölébredtem, és mielőtt elindultam volna, eszembe jutott a gyerekeknek a sárga malacperseje. És akkor azt úgy megfogtam, és vittem magammal. Beszórtam az újságokat, beültem az autóba, még mindig sötét volt, és akkor a fejlámpánál leszedtem a Cerluxot az aljáról, kiburogattam az apró pénzt, és hát izgultam, hogy vajon van-e annyi, hogy haza tudjak menni. És hát pont annyi volt benne, hazamentem,
De akkor még mikor mentem hazafele, nem tudtam, hogy hogy fogok tankolni, hogy a férjem 8-ra el tudjon menni dolgozni. Amikor azt megoldottam, nem tudtam, hogy veszek a gyerekeknek 10 órait, aztán ebédet, stb. Stb. És hogyha most megkérdezitek tőlem, hogy hogy oldottam, meg gőzöm sincs, mert már nem emlékszek, és ez annyira rendszeres volt akkor, és már rutinszerű, hogy valahogy megoldottam, de valóban így volt ez hónapokon keresztül. És aztán, amikor volt egy autóbaleset, ami végül az utamra tett, akkor kezdettek el jobbra fordulni a dolgok, és ebbe óriási szerepe volt annak, hogy először is ugye megláttam Vilinek egy videóját az interneten, rajta keresztül tanultam meg, hogy igenis úgy is lehet hálózatot építeni, csapatot építeni, hogy senkit nem kell zaklatni. Megtanultam, hogy hogy nyilvánuljak meg úgy az interneten, hogy engem keressenek meg, akinek az én megoldásomra szüksége van. És aztán ez a program, amiben most vagyunk, ez pedig hozott egy olyan áttörést, hogy nemhogy azon nem kell aggódnom, hogy emelkednek az árak, hanem lehetőségem van évi több utazáson részt venni, tengeren túli utazásokon és az egész családommal, és akkor azt úgy mellesleg említeném meg, bár nem is tudom, melyik a mellesleg, de hogy mellette a családomba számos olyan egészségügyi probléma oldódott meg az alatt, az idő alatt, amíg ezt a programot használtam, amire nincs megoldás elvileg. Tehát, hogy az, hogy az édesanyám nem bírt lábra állni, mert olyan izületi problémái voltak, hogy mutatkozott rajta a Parkinson-kor összes tünete, és semmi se látszik, hogy édesapámnak úgy volt, hogy ki kell cserélni, tehát hogy csipőprotézis kell, és most úgy néz ki, hogy mégse kell, és akkor körülbelül így reggelig sorolhatnám, hogy az alatt, az idő alatt, hogy én megismerkedtem ezzel a programmal, milyen változások történtek a családba, akár egészségügyileg, akár pedig pénzügyileg. Úgyhogy gondolom nem csodálkoztok rajta, hogy tényleg a hála, csak ezt tud kijönni belőlem, hogyha ezzel kapcsolatban bárkivel beszélek. Köszi szépen, Léla. Mielőtt átadnám Tibi a szót, utána meg majd Gábor. Sokan, amikor így hallgatnak bennünket, akkor ugye nem látják a cselekvés részét, mert általában vagy azt mondjuk, hogy találkoztunk dolgokkal, aztán meg azt mondjuk, hogy milyen learatjuk a babérokat, de a köztes részt azt nem látják sokan, mert nem látják néha a küszködéseinket, néha meg a könnyeinket, néha azt a dolgot, ami nem a rózsaszín költ. Viszont nagyon gyorsan át tudunk lendülni azon, amikor valami nem jól megy, ha eljövünk ezekre a tréningekre. És akkor adom Tibor a szót, Sipos Tibi. Köszönöm szépen, és hát annyit szeretnék mesélni nektek, hogy valóban ennek a csoportnak nagyon nagy jelentőség van, és nagyon nagy energiákat ad. És itt van egy nagyon például Ausztriában élt egy olyan biológus, aki egy kicsit más utakon ment, mint a fősodratú orvostudomány, és könyveket is írt, és talán még azt is lehetne mondani, hogy bizonyos értelemben sikeres volt, bár a tévéből már utána kitiltották, miután kiderült, hogy másképp gondolkozik, és végül is valószínűleg azért, mert hogy nem volt meg az a mindennapi energiatöltés, az a visszaigazolás, hogy jó úton megy, végül is februárban öngyilkos lett. És ez egy nagyon szomorú történet. Én biztos vagyok benne, hogyha... Bocsánat. Tehát én ismertem is, és magyar származású fiú, úgy hívják, hogy Klemenc Árvai, és szóval őnek is itt kellett volna lennie. Köszönöm. Köszi Tibor, hogy megosztod ezt velünk. Tehát látjátok, ha egyetlen egy embert meg tudunk, nem megmenteni, ez nagy szó, hanem rá tudunk venni arra, hogy közénk tartozzon, ha már csak itt van már is energia, akkor lehet, hogy ez a srác még mai napig élne. Hú, Gáborom, tiéd a szó. Ja, köszönöm szépen. Itt, ahogy hallgattam a Lélát másodjára, mert a workshopon is hallottam a történetét, hát
abban a pillanatban még most is beugrott az, hogy amikor még az a nagy cégnél tevékenykedtem 2000 környékén, bármilyen magas minőségért elért üzleti partner jött a színpadra, tehát azt lehet, azt mondom, hogy inkább a legmagasabb szintet, tehát a gyémánt szint, illetve a fölötti fokozatokkal, bármely, akár külföldi, akár magyar, annak mind brutálisan súlyos körülményekkel voltak az életébe, és olyan élethelyzetekből jöttek vissza, mint amilyen a te Vili, vagy a Lila, vagy a Miklós. Ez egyszerűen dövelik. Ez ilyenkor az jut eszembe, hogy amit most visszacsatolva Vili előző mondatára, hogy abszolút sokkal, de sokkal könnyebben tudtok visszajönni, vagy tudnak azok az emberek visszajönni abba a helyzetbe, ami pozitív. Mert már ennél mélyebbet nem tudnak kapni. Hát egyszerűen az a szint, ami oda lejön, az élet nekik azt kimérte, azt túlélték, és onnantól már csak kapják a pozitívat. Tehát ez egy olyan döbbenetes felismerés egyébként, és tényleg a szíve hálával ilyenkor, mert olyan töbletet kap, amit egyszerűen csak képvisel. Ránéznek és látják. Nem kell még megszólalni sem, mert a kisugárzásom olyan. És ez egy döbbentes. Úgyhogy ti se usztáltok ezt idézelben, meg ezt a fejlődést, és valóban itt vagytok, mert a legmagasabb szinten vagytok, és tovább tudjátok azt az energiát, amit kaptatok, meg amit kaptok nap, mint nap, besugározni a csoportba, illetve a csapattagoknak, illetve a alsó vonalbeli partnereiteknek. Úgyhogy ez zseniális. Úgyhogy igaz, hogy én így nem mentem tönkre ebbe a formába, tehát ilyen súlyos helyzet nem volt, de azért volt, amikor is többször padlottam pénzügyileg, tehát a más egyéb tevékenységből, befektetésekből, egyébből kifolyólag. Tehát érezhető az az alsó vonalbeli dolog, amikor az ember gondolkodik a napi szinten, hogy Vasilitas Pupi mire szólnak, de aztán valahogy mégis mindig azok az energiák, amiket az ember a hit szerint is táplált magába, meg táplál folyamatosan, és van kihez kapcsolódni az univerzumhoz, akkor az meg is adja a támogató segítséget. Köszönöm. Köszi szépen, Gábor. Látjátok, milyen jó megy föl az energia szint, egyre többen jelentkeztek. Igaz, ilyen jó Lilla, hogy így hogy ráéreznek az emberek, higgyetek el, gyakoroljuk, csináljuk, és az emberek először csak figyelnek, aztán mi is? Mert látjátok, hogy nem szidunk senkit, nem tudom, hogy föltűnt-e. Mindennyiaknak van körülménye, csak van egy Isten adta dolog közöttünk, és ezt a szellemiséget például Miklós hozta be, ez a mindenből meg lehet csinálni a pozitívat. Majd mindjárt vele is egy pár szót váltok, csak először megint Lilla, adom a szót. Egy kicsit Tiborhoz, illetve az eredeti mondani valóhoz szeretnék visszautalni, hogy ugye, hogy irigykednek ránk. Igen, ennek az egyik oka az, hogy nem tudják sokszor azt, hogy honnan indultunk. De van itt más is. Az, hogy aki, tehát hogy azt látják kívülről, hogy mi nem ebben a valóságban élünk. Ti nem vagytok normálisak, hát nem ilyen a világ. Tehát nagyon sokszor ez van mögötte. És hogyha egy olyan ember, mint például a Tibornak az ismerőse, aki látja azt, hogy valójában mi van, de olyan emberek között van, akik azt mondják, hogy nem, ez nem igaz, akkor történnek ilyen borzasztó dolgok. De hogyha igen, ha van egy olyan közösség mögöttünk, aki igenis tudja, hogy igaz ez, és igaz lehet más mindenkinek is, bárki másnak is, aki válassza, akkor az egy olyan támogatás, amit most mindannyian megkapunk egymástól, és tudunk adni azoknak is, akik csatlakoznak hozzánk. Tehát ennyit szerettem volna még. Köszönöm. Köszi szépen. Mielőtt átadnám Miklósnak a szót, tudjátok, eszembe jutott három név. Az egyik a Bruce Lee, a híres harcművész. Akkor nekem kedvenc énekesnő volt a Whitney Houston. Le is ragadnék inkább ennek a kettőnél, le lehetne sorolni. Szerintetek, hogyha őket, vagy ott van még az Elvis, aki ugye a harmadik volt, Elvis Presley, szerintetek, hogyha ez a három ember
olyan mentorokkal lett volna körülvéve, mint mi, hogy olyan csoportban lett volna. Ez a három embernek van esély, hogy ők még élhetnének, szerintetek? Valaki figyelmeztette volna a Whitneyt, hogy nem biztos, hogy az az út a jó, vagy az Elviszt, hogy akkor, tehát ne csak a pénzt szedték volna ki belőle, hanem, és ugyanúgy a Bruce-t, hogy mennyire fontos egy ilyen közösség, és ez már nem a játék. Ez, én azt hiszem, hogy az emberiségnek a túlélésében benne lesz ez a fajta program, hogyha nem csapnak oda az emberek az asztalra, és azt mondják, hogy most már meg kell, hogy oldjuk ezt a hülyeséget, ami van körülöttünk, és ezt közösen kell, hogy megoldjuk. Ha nem ezt fogja csinálni az emberiség, akkor nagy bajok lesznek. Na csak ezt így beszúrtam, és akkor ott van Miklós. És utána adom Editke a szót, látom, hogy jelentkezem. Köszönöm szépen, én nagyon élvezem ezt a beszélgetést. És pont azon gondolkodtam, hogy én szeretek a Gáborral beszélgetni, szeretem hallgatni a Kolozsvári Gábort, amikor beszél, mert olyan megközelítést, olyan nézőpontokat szokott használni, amik nagyon közel állnak hozzám, és nekem meg nem biztos, hogy eszembe jutna éppen abban a pillanatban. És ugye most is felhozott egy olyan témát, hogy nehézségeken mentünk át, nagyon mélyen voltunk, és akkor így elgondolkodtam, hogy ez igaz. De 8 milliárd ember él a Földön. Hány ember kerül ilyen helyzetbe, vagy ettől még rosszabb helyzetbe? És ezek az emberek valamiért ott ragadnak, vagy még mélyebbre csúsznak. De miért? Ők nem hallják meg a lehetőséget? Nem hallják meg a hívó hangot? Nem figyelnek esetleg a belső hangjukra? Tehát valahol most ugye, akinek nem inge, ne vegye magára, de szokták mondani, hogy a nehézség és a szenvedés az ember részben önmaga vonza be, hiszen kell a változáshoz, a saját változásához. Igen ám, de amikor a nehézség és a szenvedés következtében sem tud változni, akkor a sors tovább nyomja. És ugye az a közösség, ami a vízöntő korban, a jelenlegi 21. században már egy alap, jóformán mondhatnám második családnak, vagy első családnak, mindenki helyettesítse be az éppen aktuális állapotát. Ez egy óriási lehetőség, és ugye, hogy most ez is így nyilvánossá fog kerülni, itt megint ez egy hívó hang, ez egy lehetőség embereknek. Ma is, Magyarországon is, biztos, hogy számtalan, sok tízezer, százezer, lehet, hogy még millió számra is élnek nehézségben, azért, mert vagy a munkahely, vagy a család, vagy az anyagi helyzet, vagy azért, mert már nem mosolygott hónapok, évek óta. Szóval mindenkit valahol tör az a cipő. A kérdés csak az, hogy eléggé törte már ahhoz, hogy ő nyitottá váljon, meghallja a hívó szót, mint lehetőséget, mert itt nem arról van szó, hogy bármit kellene csinálni, de kell csinálni mit? Az, hogy segítsen az ember saját magán. És hogyha elindul az úton, például egy ilyen közösséghez, egy programhoz csatlakozik, onnantól kezdve már egyenes az út. Miért? Azért, mert nem neki kell kitalálni a spanyol viaszt, hanem ebben a közösségben megnéz bennünket, és lehet, hogy ő neki a Verez Zolihoz fog lenni a legközelebbi érzése, mint csatlakozás, lehet, hogy a Lillához, vagy itt vagyunk most, tudom én, 19-en, ez 19 féle ember, és gyakorlatilag egy nagyon kis számról beszéltem, akik épp ma időt tudtunk szánni arra, hogy itt legyünk, de lehet, hogy a többi száz ember közül fog majd valakivel azonosságot érezni, mert éppen ő hölgy, vagy férfi, vagy idős, vagy fiatal olyan helyzetben van, tehát számtalan lehetőség van, és azt gondolom, hogy ha az ember már tényleg megkóstolta, belekóstolta a mélységbe, akkor ne szégyelje magasságokba is elmenni, mert igenis ez a programban, a mi közösségünkben óriási lehetőség van, különböző magasságokba kerülni, ott, ahol a mosoly nem ritka, és a boldogság sem, és ezt kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Miklós! Editke látom jelentkezően, jelentőled itt. Sziasztok! Szia. Lillának a... Nagyon örülök, hogy most hallhattam neked ezt a történetedet,
és erről jutott eszembe, hát az az igazság, hogy én is ott kezdtem. És hogy mennyire szúr a szög, vagy mennyire tör a cipő, az ember mindig megpróbál valamit. Én nálam mindig azt szoktam mondani, hogy nincsen probléma, csak megoldandó feladat van. Tovább kell lépni. És amikor az ember úgy érzi, hogy benne van egy ilyen ködbe, és nem tud belőle kilépni, mert nem jön a lehetőség, akkor hát az ember keresi, de próbál kapaszkodni, és próbál mindent megoldani. És azért ahhoz kell, hogy olyan lehetőség jöjjön az embernek, amit egy olyan ember hoz a számomra, én nekem ez volt a pozitívum az egészben, hogy egy olyan ember hozta a számomra, aki azt mondta, hogy adjál 3000 forintot. És mondtam neki, hogy ne őríts meg, erre 7-5000 forintom van, amit be kell osztanom. És azt mondta, hogy nem baj, ne törődj vele, gyere velem. És mivel tudtam, hogy hasonló típusúak vagyunk, neki se, ő is mindig a megoldásokat keresi, rögtön nyitottam rá. És azért tudjátok, ahhoz az kell, hogy az embernek legyen egy pozitív beállítottsága, legyen egy minden. Hiába, na tényleg úgy, ahogy Miklós mondja, hogy egyszerűen az embereknek az egyik része nem hall. Egyszerűen nem lát. Nem hajlandó az, nem is tudom másképp mondani, az agyába beengedni azt, hogy nem csak a sírás, nem csak a nyőtörgés van, hanem arrébb kell lépni egyet legalább, és az az egy lépés, hogyha az megvan, akkor egy csomó mosolygó, boldog emberrel találkozol. És amikor én a legelső konferencián ott voltam, számomra az volt a megdöbbentő, hogy az a rendszer, amiben én dolgoztam, megálltam így a tömeg előtt, és azt mondtam, hogy Úristen, ha most itt megkérdezném, vagy megszólalnék, hogy álljon már föl az, aki ezt a másik rendszert csinálna, hát figyeljetek ide, legalább 60%-a föl tudott volna állni. Mind ismertem. És ez egy akkora lökést adott, hogy az nem kifejezés, és az, hogy az ember bízzon abba, először saját magába, mert nekem magamba kellett azért bíznom, mert én soha nagyértékű dolgokkal nem foglalkoztam. És viszont rengeteget dolgoztam, és azért, amikor ezt így rá kellett jönnöm, hogy nekem ezt ki kell ajánlanom, hát kicsit úgy tudjátok, szerintem minden, nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki nem, ugye rögtön a legelőttől az árát nézte meg, és mondta, hogy Úristen, hát jaj, ezt ne. És egy biztos, hogy amikor én ezt elkezdtem csinálni, és úgy éreztem, hogy mindenkinek kell mondanom, mindenkinek, és ugye itt jön be a Marcinak a mondazán mindenkinek jelszava, tényleg ezt csináltam. És mentem, mint a bulldozer, nem véletlenül. Igaz, hogy hogy néha van stagnálás az ember életében, mert vannak körülmények, amik nem biztos, hogy mindig meg tudják engedni azt, hogy az ember olyan lendülettel menjen tovább, mint ahogy idáig csinálta, viszont nagyon nagy szükség van arra, hogy ilyenkor ez a társaság, ez a csapat, ez a család, nem tudom, nem is tudom, minek nevezzem, minden nap megjelenjen az ember életébe. Azért, mert ott, ahol napi szinten jön a stressz, ott nagyon nagy szükség van rá, hogy az ember mosolyogva tovább tudja lépni, és tovább tudja menni, és ne legyen gond semmi, és ne legyen semmi, minden csak egy megoldandó feladat legyen, mert nem munka. És köszönöm, hogy itt vagytok, és segítettek mindenben. Én köszönöm, hogy itt vagytok velem, és ki az, aki bemeri közöttetek valami, ő már gyémánt, tehát gyémánt, már meg is kapta a gyémánt.
Tegyetek már fel a kezeteket, mert lehet, hogy most nem fog látszani, mindenki össze kell számolni. Azt mondja, Editke, akkor azt mondja, hogy Lilla, Miklós, Antalni, Honti, tehát itt 5-6 olyan gyémánt van, aki már átvette a kitűzőt, és látok egy pár olyan kezet, aki még kicsit lentebb van így papírügyileg, de ő már itt fejbe gyémánt. Na most elmondom nektek, hogy mindenki, aki itt van, sőt, aki néz bennünket, és még mindig néz, pedig már megyünk, azt mondja, nézem 47 perce, ott már megmozdult valamit, az magyarul lehet, hogy ő is gyémánt már. Menjünk tovább, volt egy érdekes beszélgetésem valamelyik nap, mindig minden nap van, de tegnap előtt azt hiszem volt egy erdélyi barátommal egy beszélgetésem, aki így az asztalra csapott, és azt mondta, hogy így a figyelj, Vili, ha én ezt nem csinálom meg, akkor nem tudom mi lesz, de szerintem így elmondja, hogy mi történt az agyában pontosan, Zolikám, tiéd a szó. Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Engem Vere Zoltánnak hívnak, és az pont így volt, mert rájöttem, hogy milyen értéket ad ez a cég, ez a társaság, mit képviselünk. És ugyanígy mondtam, hogy ha én ezt nem csinálom meg, akkor nem kell többet nekem semmi, és nem érdeke. Vagy ez, vagy semmi. De született egy gondolat a fejemben, engedjétek meg, hogy feltegyem. Nem tudom, hogy bemeritek-e ismerni, vallani, hogy mindenki, minden ember a pillanatoknak él. A pillanat örömeinek. Tehát aki bemer ismerni és vallani, az emelje fel a kezét. Megkérem szépen. Köszönöm szépen, és hát egy picit bontsam ki ezt a témát. Nézzünk tévét. Számtalan tevékenység van az életünkben. Mit éreztek, hogyha megnéztek, meghallgattok egy Vivaldit, egy Chopint? Ugye, hogy kinyílik a szívetek, a lelketek? Valahol egy picit fölemelkedtek, az érzéseitek kinyílnak, és dominál az, ami szép, ami gyönyör, ami csodálat. Vagy mondjam másképp, akár egy foci meccs, akár egy korcsolya, hogy azt az emberi szépséget, csodát, tehetséget bámuljátok, de mesélhetnék bármiről, akár valamit elvégzel, egy munkát, és elvégezted, és azt mondod magadban, igen, megcsináltam. És ott volt, lecsengett az a pillanat. Vagy meghódítasz egy hegycsúcsot. És azt mondod, hogy ó, de gyönyörű. És megmutatom neked is, hogyha kíváncsi vagy, hogyha eljössz velem, hogyha szeretnéd, hogyha akarod. És azért mondom ezeket a tényeket, mert akár elhiszik, akár nem, minden a pillanatról szól. És köztünk is, mert megy az energia, és mindig feljebb, lépésről lépésre, és kézről kézre jár. És itt vagyunk ebben a csodálatos, úgymond családban, és mindenki elmondja a saját tapasztalatát. Van egy csodálatos program, és szeleteket mindenki megoszt. És képzeljétek el, hogy mindenki gazdagabb lesz egy szelettel. Akár milyen téren jön, akár személyiség, akár egészségügyi, akár anyagi téren, de mindenki ad. És egy közös lánc alakul ki. És nem tudom, valaki látta-e közületek, biztos igen, az Avatar című film sorozatokat. Na most képzeljétek el, hogy vannak azok a hosszú hajtincsek, és valamiben bedugják. És mindenki együtt rezeg, együtt vibrál. Hát nem csodálatos élmény? Na, figyelj, ezt kell érezned. És képzeld el, hogy evel fekszél, evel kálsz. És hogyha ez megszületett benned, akkor tudod, hogy ahol vagy, ott a legszebb helyen vagy. És onnan nem fogsz soha elkívánkozni. Na, ezt kívánom mindnyájatoknak, hogy legyetek avatárok, és úgy a hajtincs érjen össze, és egy sorozatot, egy pillanat sorozatot alkosson az életében mindenkinek, mert ez az, ami felemel, ami erősít, és ami azt sugallja belülről, hogy itt a helyet. Nem szabad eltűnned innet. Köszönöm.
Hát tudjátok, hogy egy erdély megszólal, ott tarol, mint a gázláng, és látom az arcotokon is, hogy szóval érdekesek az igazi magyar emberek, bár itt mindenki érdekes magyar ember. Évike, drága, látom, utazol valahova, tiéd a szó. Sziasztok! Hogy hova utazom? Nem egyedül, heted magammal. A Debrecenből most jövünk haza. Itt van Marika, Feri, mindenki itt van. Sziasztok! Erzsébet, akkor Gyuri, Imre, Anti, Évi. Hát, amit most elmondtál, Zoli, teljesen ezt érezzük, amit te most mondtál, mert olyan helyről jövünk, hogy fergeteges esténk volt ma este is. Sokan voltunk, és nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon csodálatos kis, hát Henci az brillírozott, szóval gyönyörű volt minden, és a hozzászólók is nagyon ügyesek voltak. És hát amit ugye kaptunk Csabától és Jánostól, azt, figyeljetek, én mindig azt érzem, hogy most vagyok ott először, ahol vagyok, mert minden alkalommal olyan érzésem van, hogy jó helyen vagyok, és olyan helyen vagyok, amit nem hagytam, nem mentem el mellette, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok Marikának és Ferinek, mert gondoltak ránk, mert ezt, ami itt van, figyeljetek ide, ahogy mondta egyik nap Pisti, a Kövesdi Pisti, hogy itt robbantás lesz, meg ahogy ti is szoktátok mondani, csodálatos. Úgyhogy én ezt tudom mondani, most megyünk haza a vonattal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszi Marika, szépen. Nem tud fölmenni, azért nem ja, jött ide. Én nem tudom fölmenni. Oké, nem, az a lényeg ott van. Itt van ő is, és halljuk. Sziasztok, sok sikert mindenkinek. Hát az az igazság, hogy most, aki néz bennünket, kicsit ilyen érdekes lehet neki, ugyanis lehet, hogy azt gondolja, hogy ezek biztos betanult szövegek, így most való olvassák, így, és azért jár a szemük. Hát nem, mi így élünk. Ugye kitaláltunk egy olyan úgynevezett hibrid technológiát, amivel offline is, tehát személyesen, meg így online is, aki nem tudok most például Debrecenbe elmenni, azoknak az interneten vannak. Tehát a mi kis családunk folyamatosan, napi szinten többször összejön, nem engedjük kihúzni azt a bizonyos dolgot, amit a nagyon jó mondtál, Zoli, ezt az avatár kis kanócot, tehát állandóan nem engedjük meg, hogy befolyásoljanak bennünket különböző negatív tényezők. Viszont elhangzott az előbb egy név, aki szerintem nagyon brillírozott, és biztos, hogy így is volt, ha ezt mondják, de nagyon szerény. Úgyhogy Henci, te hazaértél már, vagy hogy a földben vagy te itt fönn az interneten, vagy most mi volt pontosan, hogy te már itt vagy? Igen, hát én 15 kilométerre vagyok Debrecentől, és miután kivittem őket az állomásra, már haza is értem. Hogy mit lehet tudni erről a ma estéről? Képzeljétek el, hogy Schwarzildi, el kell mondani, Prágában él, mindenki tudja, három embert küldött, hármat gyerekek erre a bemutatóra, és nagyon pozitívak voltak, úgyhogy Ildikó, telefont ízítsd, és lesz eredménye. De mondhatom a többieket is. Úgy képzeljétek el, hogy János ugye nem tud keveset beszélni, de amiket mondasz, szóval mindig úgy az embert úgy szíven találja, észen, tehát úgy hókon vág, na, zalaiasson, hókon vág. És most is ez volt, nem tudott keveset beszélni, de valahogy nagyon jól sikerült maga az estének a felépítése is, és egyszerűen nem mozdultak az emberek. Hát képzeljétek el, hogy 19 órakor hagyta abba János a saját mondandóját, úgyhogy már volt tapasztalatátadás, Csaba elmondta magáért. És utólag, amikor megkérdeztem az emberektől, hogy de miért nem tettetek föl kérdéseket, hát itt van ilyen kariberű emberek. Azt mondták, hogy ők ezután a bemutató után hogy kérdezzék meg azt, hogy szedjék a készítményeket. Hát szóval már, hogy annyira felemelte őket, és annyira
annyira jó volt az előadás, annyira színvonalas volt, hogy ne arról beszéljünk már utána, hogy fáj a térdem meg, hogy esetleg rákom volt meg egyéb, hanem ezt még emészteni kell, és ezt még át kell gondolni. De ott volt Laci bácsi is, ami nekem nagy meglepetés volt, és ő is vendéget hozott. És számomra az meg külön nagy öröm, hogy akik ígérték, eljöttek, akik kérdőjelesek voltak, azok is ott voltak. Nagy Juditunk is, hála Isten, három vendéggel, és ő is valószínű, hogy szépen újra elkezd dolgozni, és elindul. Szóval igen, a Nagykanizsa és a Debrecen után én azt mondom, hogy nincs olyan, hogy a te meghívottad, meg majd elvesszük, meg ellopikázzuk, és majd lebeszéljük, meg majd, hanem tényleg azért dolgozik ez a csapat, hogy Schwarzildinek is jó legyen, hogy Nagy Juditnak is jó legyen, és akinek van ismerőse, vittem például egy ilyen, nem látjátok, mert sajnos a csillárba kiégett a lámpa, de vittem, hogy meghívottja, telefonszám, hogy véletlenül se legyen az, hogy jaj, most valaki mással beszélünk úgy, hogy nem tudjuk, hogy kinek a meghívottja, és esetleg fölmerül az a lehetőség, hogy ellopkodjuk egymás embereit. Nem volt rá szükség. Annyira tudtuk, hogy ki kinek a vendége, hogy tényleg fel sem merült senkiben az, hogy most lebeszéljük a Schwarzildiről, vagy lebeszéljük az Évikéről, vagy bárkiről is. Úgyhogy én ilyen bemutatókat kívánok nektek. Zoli, ne maradj le, tessék, itt vagyunk, látod, mindenkinek vannak nyűgje baja, egy kicsi visszaesés, nekem is, mindenkinek, de tényleg a csapat fölhúzza az embereket, és megy, és működik, és csinálni kell. Ennyi az egész. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszi szépen, Henci, és azt is nagyon köszönjük, hogy elvégezted a mai melót, hazaértél, már biztos, hogy más lefeküdne, vagy mit tudom én, mit csinálna, te meg bejössz ide közénk. Hú, nagyon megtisztelő, megmondom őszintén. Úgyhogy ezért majd Zanzibárban egy jó kis koktélra a vendégem, vagy bár úgyis áll inkluzív lesz, de hát ugye virtuálisan majd úgy csináljuk, mintha én fizetném, de hát tudod, ez, ahogy a Miklós is mondta, minden viccnek fele is igaz, az már jó. Na, szóval, mielőtt átadnám Gábor a szót, csak eszembe jutott valami, hogy tudjátok, vannak ezek a heppehupák, tudjátok, ezek a hullámok, amiket így a magyar nép elég sűrűn kap, hogy kapkodja néha a fejét, de valahogy nálunk még a hepék is rossz, vagy a hupát is, amikor így butcs, lentebb vagy, és akkor mi van, mert tudod, hogy az csak egy ideig, óráig tart, mert ez a természet az egésznek, szépen utána felemelkedik a dolog, és nagyon érdekes, biztos ti is tapasztaltok, hogy nálunk 10-e után van a hózárás, és hogy valahogy a 10-e az egy gyönyörű nap szokott lenni, mert minden a helyére kerül. Tapasztaltátok már, hogy lehet, hogy egész hónapban olyan dici-dici-dici-dici-dici-dici-dici, végén meg hoppá, hát még ennyi bónuszpontom nem is volt. Szóval, aki bennünket néz, az lehet, hogy ilyen csodabogaraknak fog bennünket látni, mert azok is vagyunk, senki nem normális nálunk, tehát én vagyok az egyik legnem normálisabb ember, mert nem szeretem a normális dolgokat, mert az olyan snasz, az olyan unalmas. Hát nem normális dolog, hogy egy évben 4-5-6-szor utazunk, nem normális dolog, hogy mikor mást sír, akkor mi megjöttünk jó kedvünk, mert ez kirúg a sorból. Na, félretéve a nem teszük azért félre a tréfát, ez egy jó dolog. Gábor akart valamit mondani, mert haladunk az idővel is közben. Jó, nem is akarok nagyon időt rabolni, mert már tényleg 9 óra van, hanem a Miklós gondolt át, visszatérve, hogy az emberek, hogy milyen állapotban vannak. Sajnos nagyon-nagyon olyan állapotban vannak az emberek tudatilag, hogy miért nem ébrednek fel, és miért nem hallják meg azt, hogy amit mondunk, vagy kevesen hallják meg. Mert sajnos nincsenek azon a rezgés szinten. Ennek ez az egyszerű tudománya, mert te is, meg aki te ebbe a közösségbe tartozik, az dolgozik magán. Tehát beleteszi az energiáját anélkül saját magába, és nem csak a közösségbe, hanem saját magába is visszaforgatja, mert muszáj ahhoz, hogy a rezgés szintet emeljük, mert ha nem emeljük, akkor elvisz a külvilág zaja.
szándékosan a háttérhatalom, meg egyéb satélyomokat belemenni ennek az oldalába, mert ez nem ez a tisztje ennek a találkozónak, illetve megbeszélésnek, hanem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy te lent egyél, úgymond alsó szinten, hogy befolyásolható legyél, és minden tekintetben neked kell tudni megfogni a helyedet, és felhúzni a víz fölé, hogy följebb, ez még kegyetlen sok munkát igényel, és ez a feladat még emellett is, úgyhogy ez csak úgy kijött belőlem, köszi. Igen, de a jó hír az, hogy ugye míg egyedül próbálod kirángatni magad, így itt nem egyedül, mert léhatja rosszul van az ember, akkor hip-hop gyomorszájba vágja az egyik kollégánk egy jó viccel, vagy tehát gyorsan ki tudjuk egymást rángatni a hepékből, és rögtön hupa lesz belőle, és így fog történni a következő időkben is. Na, elszaladt az idő. Hát én személy szerint egész jól éreztem magam, szerintem még a legjobb volt eddig ez most már kezdünk összerázódni, de hát szokásomhoz híven akkor nem én fogom lezárni a tréninget, hanem Miklós barátom, akivel az egészet ugye megálmodtuk. Tiéd a szó, Miklós. Köszönöm szépen, én egy rövid befejezést szeretnék átadni mindenkinek. Napról napra, hétről hétre egyre jobb a csapat, a közösségünk. Miért is van ez? Azért, mert egyre többen tapasztaljuk meg a jólétet annak minden egyes szegmensével, és azt gondolom, hogy ha ebben valakinek kétsége vagy kérdése van, akkor forduljon mindazokhoz az emberekhez, akik ebben a videóban szerepelnek, vagy akik megosztják majd ezt a videót, mert ők tudják a titkot, és erről fölösleg is többet beszélni, mert a tények azok, amiket mi szeretünk, és a tények hangosabban beszélnek, mint az emberi szavak. Köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk, szép estét mindenkinek, folytassuk következő alkalommal, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy itt voltok, sziasztok! Köszönjük szépen, szép estét mindenkinek!